A TV2 stúdiójában a Bárbajmester, Vágó István. Nagyon szépen köszönöm, hát hölgyeim és hölgyeim, röpködjenek tovább a zsetonok. Jönnek, mennek a játékosok, mi azt szeretjük, hogy amikor mennek, akkor sok pénzt vigyenek magukkal. Nos, az előző adásban két párbajhős éppen csak, hogy megismerte egymást igazán, hogy mit tudnak, az most fog kiderülni. Sok szeretettel várom Ignácot, illetve Tamást. Kezdjük Ignácon, mert ő az új fiú, Tamás már ugye megismerhették a nézők, Skatula Ignác. Valahonnan ez a név, hogy Skatula, nekem nagyon ismerős. Hát, hogyha nem a reklámhelyén, a Skatula Duónak vagyok az alapító tagja. Az egyik, illetve a másik. Hát én vagyok az idősebb, igen. A Bandi öcsém az most otthon vigyáz az állatokra. Milyen állatokról van szó? Birkák, szarvasmarhák és lovak. Sok sikert kívánok Ignácnak. Ellenfele pedig Tamás, akiről azt tudjuk, hogy medvemániás, és akkor azt mondom, hogy kezdődjék ez a párbaj, és párbajról lévén szó a megszokott felszólítás erre az Angárd, itt az első kérdés. Mettől meddig létezett az osztrák-magyar monarchia? Ilyen egyszerű a kérdés. 1848-1867 között. Vagy 48 és 1918 között, 1867 és 1918, vagy 1867 és 1914. Az osztrák-magyar monarchiáról van szó, uraim. Az osztrák-magyar... Tamás, te tudod? Hát nekem vannak elképzeléseim. Nekem is van több elképzelés. Több, egész sok variáció. Az túl sok. Az túl sok. Ignác. Sok elképzelés nekünk. Egyet. Hát a sógorokkal elég sokáig itt voltunk, ugye? Igen. Ja. Ebben a dualista álomban, úgyhogy... Ho-ho, milyen szavakat használ. De ilyenkor azt várnám el, Tamás, hogy rádumálja az ellenfelét egy rossz válaszra. Akkor jár a legjobban, ha egy és csak is egy rossz választ jelöl meg. Ugye? Jöjjenek azok a rábeszélni. Nézzen oda, nézzen oda. Mind a ketten lezárták? Én? Igen. Igen. Megnyomta a zöldet? Az nem lehet. De hogy lehet véletlenül megnyomni? Hát... Hogy lehet? Az ember hadonászik, ha ilyen rossz tulajdonsága van. De miért nem hadonászik akkor több zsetonnal? Egy zsetonnal hadonászik, leteszi nem a dére. Én nem azt mondom, hogy a D rossz. Hogy rossz? Nem, csak az teljesen megdöbbent, hogy lenyomtam. Élesítve vannak sajnos a válaszok, úgyhogy ezzel már nem tudunk segíteni. Csak abban reménykedünk, hogy a D válasz a jó. És a kiegyezéstől, hogy az első világháború végén... Hát ez egy... Legközelebb jobban vigyázzon, Tamás. Nagyon sajnálom. A beszélgető nyilvánvalóan. Igen, sajnálom. Köszönöm szépen. Hát borzasztóan sajnálom, Tamás. Remélem, hogy ezzel egyformán vagyunk, de hát egy kérdés, és már is megvan az első párbaj győzelme. Kedves Ignác, hogy következik a jutalomjáték, három zsetonja van, ha mindhármat felteszi, és úgy találja el 100 000, ha csak kettővel, akkor 500 000, ha egyel eltalálja, 1 000 000 forint. Ha nem sikerül eltalálni, akkor is megy tovább a második párbajban. Itt az első kérdés tehát, az utolsó válasz megjelenése után 7 másodperce van még, hogy elhelyezze a zsetonokat. Nézzük! Melyik folyó nem a Duna baloldali mellékfolyója? Az Ipoly, a Rába, a Tisza vagy a Vág? És azon gondolkozom, hogy a Tisza, amelyre nem tett, ugye jól látom? Igen. Az nem baloldali mellékfolyó, azt mondja, illetve az biztos, hogy baloldali. Baloldali, mondja. De nem mellék. Ugye, mert hogy mi az a baloldali? Hát a folyás iránt megyünk a Dunába, és balról jön be így a van, Tisza, sodrás vonal mentén, hogyha bal oldalról nézzük, aha, akkor bal oldal helyett őket fölrajzolok, helyszín rajzolok, de ez nem torkolik, illetve nem csapnak. Biztos, ez az én megítélésem. Jó, hát
ha nem a Tisza, akkor 100 000 forint az öné. Ha a Tisza, akkor... De én azt hiszem, hogy ebből a szempontból jól döntött, mert nem baloldali mellékfolyó a Rába. Meg fogjuk ezt tekinteni majd a térképen, ugye? Na, a nézők is nyerhetnek ugyanennyit, ha SMS játékunkban részt vesznek. Nem kell más tenniük, csak a 0691-335-135-ös számra elküldeni SMS-ben a helyes válasz számát, vagy ha telefonálnak, akkor a készülékükön nyomják meg az 1-es vagy a 2-es gombot. Így szól a kérdés, hová vezet minden út a mondás szerint? 1-es ha Rómába, 2-es ha Washingtonba. A helyes válasz beküldő játékosok között 100 000 forintot sorsolunk ki, és még a mai műsor egész tartama alatt játszhatnak. Ráadásul napi nyertesünk kap még egy 5000 forint értékű Libri könyvcsomagot Csernus Imre könyvével a Libri felajánlásával, és egy 20 000 forint értékű OK és tanfolyami részvételt az Oktáv ZRT ajándékaként. Na, hát akkor kedves Ignác, egy szerencsésnek mondható játék után válaszza ki a következő ellenfelé. Tessék! Első helyen egy 22 éves frankomán Győri Zsuzsanna. Jó estét kívánok! Középen 23 éves Balogh Bánk mérnök. Jó estét! A jobb oldalon egy másik hölgy, vagy 21 éves érdi felszolgáló, Tengel Olivia. Jó estét kívánok mindenkinek! Na, szép a választék! Hát talán Oliviát, ha kérhetném. Nem csodálom. Olszi, jöjjön! Gratulálok, ez is sok van. Látom, hogy kellemesen van meglepve. Hát nagyon kellemesen. Igen, 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 tehát azt gondolja Ignác, hogy magával jó sok időt fog eltölteni, de olyan nagyon sok időt nem lehet eltölteni. Ez egy párbaj, valamelyikük tovább jut, és aztán a másik. Remélem, hogy sok pénzt viszel, ez a valamikor, nézzenek csak hátra. Ez maximum 5 alkalom lehet, az első alkalommal jutalomjátékkal 1 millió, aztán a második párbaj után 2 millió, a harmadik után 3 millió, az ötödik után pedig 25 millió forinttal el kell menni. El kell menni. Győztes játékosunk Raiffeisen okoskártyán kapja meg nyereményét. Csak annyit meséljen el, kedves Olcsi. Az igaz, hogy matematikus akar lenni? Igen. Női szeretném. Matematikus. Igen. Azok nagyon az olyan kuriózum. Úgy van, én is így gondolom. Sok sikert kívánok. Köszönöm. Bár meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz ellenfele van Ignát, mert ő egy csibész. Csak a kezét figyelje. Elmondhatjuk vágóra. Én szeretném, igen. Én rájöttem, hogy ezek a zsetonok varázs zsetonok. Mikor ott álltam Olcsi helyén, egész egyszerűen beteszem a kezembe, megfogom, és eltűnik a zseton. Úgyhogy nagyon vigyázzunk. No, hát akkor hölgyem, uram, Angárd! Melyik település nem Somogy megyében van? Így szól a kérdés. Balatonföldvár, Balatonkeresztúr, Balatonkenese vagy Balatonszentgyörgy? Melyik nem Somogy megyében van? Balatonföldvár, Olcsi az, az a helyes, nem? Hogyne? Ugye? De egyértelműen. Ugye az ott van Siófok mellett? Talán. És az nyilván, ugye Hajdú-Bihar megye. Így van. Ezt akartam mondani. Ez egyértelmű. Ugye? Szerintem is teljesen. Kenese? Biztos vagyok benne. Az meg ott van Fonyód mellett. És akkor meg is jelöltem ezt a így van. Választ, hogyha ez már így rásegített, akkor csak ez lehet. Olcsit rádumálta. Engem meggyőzött. És az utolsó pillanatban saját magát is megsüggetve 4 zseton tett le. Ignác is 4 zseton tett le, Olcsi is. Miközben azt látom, Ignác, hogy elsőnek letette a frankot. És én azt hiszem, hogy elherdált 3-6. Nem kellett volna, han bekapta. A gép bekapott mindenkitől 3-3 zsetot, 7-7. Így megyünk tovább a következő kérdésre. Hova száll fel Szendrei Júlia anyósának szárnyasa,
a híres versben. A lócára, a dunyhára, a kakas ülőre vagy a ládára? Miről van szó? Arról a bizonyos szárnyasról, amely a toldiban felszállott a vármegye házára. Ez igen. Hát, de mivel olyan nincsen most itt, ezért... Ezt most miért csinálta? Ignác! Olyan nehéz ez a kérdés? Hogy szól a vers? Én mi a kötyú vagyok. Igen? Tálaszobában lakik itt bent. Itt szaladgál fels alá. Hát a ládára is. Itt a ládára. Hát itt a láda. Nem olyan nehéz ez, gyerekek. De nem baj, mert elérte, hogy mind a hármat rárakjam még pluszba. Pánikba kergette, pedig ha van egy kis idő, akkor szerintem ez könnyű, hát, ugye? Az lett volna. Jaj. De a bizonytalanság. Így van. De... Az a lóca, az huncutkodott nekem. Az a lóca. A lóca, az még a ládára is felszáll. Na jó, itt a következő kérdés. Milyen élelem megszerzéséért folytat hősies küzdelmet a Jégkorszak című rajzfilm kedves ős rákcsálója? Mogyoró, dió, mak, fenyőtoboz. És még mindkét játékosnak van 4-4 zsetonja. Tehát ha fogalmuk sincs, azt onnan fogjuk tudni, hogy négyet raknak rá. Ez a, vagy kockáztatnak. Ez a fenyődoboz, ez gyanús, mert... Igen? Igen, igen. Láttam, hogy rajzot láttam róla. Rajzot láttam róla. Uh-huh. Rajzfilmeket nem nézem. Nem lehet, hogy úgy ült be a moziba, hogy ugyanez a szemüveg volt az arcán? Aludtam. Mert akkor nem láttam. Nézzen ott! A kutyafáját! Meggyógyította. Nem is tudok mit rakni. Hát... Na most akkor nézzék meg, hogy ki mit tett. Látja? Látom. Látja? Mind a ketten látták a filmet ezek szerint? Az az érzésem. Én az elejét láttam. De ez elég. De már az elején ott van. Igen. A helyes válasz a ma. Rendben van. Megmaradt a 4-4 zseton, itt az újabb kérdés. Milyen nevet adtak a nyelvújítás korában az oxigénnek? Légeny, köneny, éleny, kékeny. Júj, de izgi! Júj, de izgi! No, hát hogyha bizonytalanok, ezt minden alkalommal elmondom, akkor tegyenek többet. Zsetont hazavinni nem lehet, még annak se, aki ilyen látványosan el akarja tüntetni őket, mert megszámoljuk ugyanis. Miért lenne légeny, miért lenne köneny, miért lenne éleny, vagy miért lenne kékeny? Gondolom éleny, mert az éléshez, élethez kell az oxigén is. De lehet könnyű is, és akkor köneny. Hát akkor lehet légnemű is, és akkor légeny. Ez akár. Így van. Vagy hogyha a kék ilyen nagy mennyiségben, akkor lehet kékeny, ugye? Olyan is? Olyan akár. Is van. Szerinted melyik a helyes megoldás? Szerintem biztos az élen. Az élet alapvető tartozéka. És a köneny, az nekem olyan szimpatikus? Nem. Miért nem? Nekem mondjuk szimpatikus, de az olyan ambután hangzik. És most le is beszéltem róla. Remek! Igen, átteszem máshova. Hát, most összevariálom. Igen. Hát, hogyha úgy gondolja, hogy ez a vége, nyugodtan életítse. Én azt hittem, hogy a nyugodt ember Ignác. De az elképesztő, hogy ő benyomja a gyorsítót, és hirtelen elkezdi szórni a zsetonokat. Hát kérem szépen, a helyzet az, hogy amennyiben B vagy C a helyes válasz, akkor, vagyis hogy a köneny vagy az éleny, akkor tovább jut Ignác. Amennyiben
A a helyes válasz, vagyis a légeny, mindketten tovább jutnak. Ha D a helyes válasz, akkor és ebben az esetben Olivia jut tovább egymaga, és akkor el kell búcsúznunk Ignáztól. Nos, a helyzet az, hogy igen, a köneny az egy könnyű elem, vagyis az a hidrogénnek a nyelvújításkori szava. A nitrogén az a levegő legfontosabb alkatrésze, az a légeny. Az a légeny, a nitrogén. És van kékeny is, az a kobalt. Mert kék. Úgyhogy a helyes megfejtés bizony. És ebben az a legfájdalmasabb, hogy maga el is mondta, hogy miért élen, mert az élethez csak azt hitte, hogy ezzel becsapja az ellenfelét, miközben igen, elmondja az igazságot. Igen, pontosan. Magát nem győzte meg? Saját nem, magát? Nem. Hát most nézze meg, hogy mi lett. Ez lett belőle. Hát látom, sajnos. Köszönjük szépen, hogy hát köszönöm szépen a játékot. Pedig Ignác sokáig azt az egyet hagyta fenn az élet, tehát az egy nagyon jó megoldás volt. Egy-egy szántok bizonytalanság. Ön csak a 7 másodperc zavarja, már pedig most ezt követik, ugye? 3 zseton, nem több, nem kevesebb. Akkor nézzük meg. Azt mondja, hogy ez a második párbaja. Ez azt jelenti, hogy ha 3 zseton tesz rá, akkor 200 ezer forint, igen, ha 2-t, akkor 1 millió, és ha 1-gel sikerül eldönteni, hogy melyik a helyes, akkor 2 millió. Meglátjuk, hogy melyik lesz, mennyire szükség. Úgyhogy vigyázzon, ha nem sikerül eltalálni, akkor is megy tovább, csak ebből a fordulóból pénz nélkül. Itt a kérdés. A Balatonban lévő vízmennyiség mennyi ideig fedezné Budapest vízszükségletét? 1 hónapig, 1 évig, 5 évig, 10 évig. Balatonban mintegy 1800 millió köbméter víz van, a főváros napi átlagában 500 ezer köbmétert fogyaszt, ez tehát 10 évre elég. Úgyhogy ez plusz 200 ezer forint, az összesen, ha jól számoljuk, 300 ezer forint. Gratulálok, lehet ez volna egy kicsivel több is, ez kétségtelen, de 100 ezer forintot ajánljunk fel a nézőknek, és a szerencsés ennyit fog nyerni. A 0691-335-135-ös számra küldjék el SMS-ben a helyes válasz számát, vagy telefonáljanak, és készülékükön nyomják meg az egyes vagy kettes gombot, így szól a kérdés. Hová vezet minden út a mondás szerint? Egyes Rómába, kettes Washingtonba, és egész adásunk alatt küldhetik a válaszokat. Ráadásul napi nyertesünk kap még egy 5000 forint értékű Libri könyvcsomagot Csernus Imre könyvével a Libri felajánlásával, és egy 20 000 forint értékű OK és tanfolyami részvételt az Oktáv ZRT ajándékaként. Na hát, kedves Ignác, gratulálok! Következik a harmadik párbaj, és itt vannak az ellenfelek. Ismét találkozunk Babarral, aki 23 éves mérnök, Balog Bánk, úgy hívják őt. Mellette áll Sana, aki 23 éves, és budapesti nyelvtanár. És a harmadik helyen pedig a 26 éves Lenner Dániel, aki marketinges. No, kérem szépen, hát kíváncsi vagyok, Ignác, gondolom. Hát, ön is. Mivel pont velem szemben a Sana, hát én... Sana, teljesen természetesen. Köszönöm szépen. Jöjjön Sana. Kevicsoltolom, előre is gratulálok, kedves Sana. Sana az egy arab város. Igen. De maga nem onnan való. Nem. Jól látom, ha nem. Mongoliából. Ott született Mongoliában? Igen. Azt most úgy hívják Ulaanbaatar a főváros. Igen, a vagy fővárosa. Nem? Bátár. Ulaanbaatar. Még egyszer? Ulaanbaatar. Bátár? Aha. Jaj, de izgalmas. És a magyar mióta beszéli, és miért? 2004. augusztusban jött ide Magyarországon, és már 5. éve itt vagyok Magyarországon. És ismeri a mi kultúránkat, persze, történelmünket? Persze, minden. De kell hozzám. Aha. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Hát, kedves barátaim, akkor Angárd, itt az első kérdés.
Melyik városban kezdődik a Da Vinci Code című regény cselekménye? Párizsban, Londonban, Rómában vagy Firenzében? A Da Vinci Code. Csak gratulálni tudok. Nem tudja? Tudom. De egyről tudja, hogy nem ott van. Igen. De az, hogy négyet letetett az ellenfelével, ez egy fantasztikus, jó megmozdulás volt. Nem látták, nem olvasták? Nem olvasta. Nem látta, nem olvasta. Kénytelen vagyok én megmondani. Illetve mutassa meg a gép, hogy a város Párizs, méghozzá a Louvre, úgyhogy kettőt kap be innen a gép, és hármat kap be onnan a gép. Tehát 7, illetve 8 a zsetonok állása. Itt a következő kérdés. Melyik énekesnővel egyidős Ruzsa Magdi? Tóth Verával, Olái Bolyával, Király Lindával vagy Zsédenyi Adriennel? Tehát melyik énekesnővel egyidős Ruzsa Magdi? Ennyi időt adtam, Ignác. Nagyon sok. Hát akkor hagyjuk abba. Hagyjuk abba? Hát vagy... Úgy is mondhattam volna, hogy hagyjuk abba, és hogyha bizonytalan, akkor tegyen még. Négyet rakott. Ajjaj. Négyet rakott. Valami jó lesz. Ráadásul a reklám végéig várnia kell, hogy megtudja, hogy jót tette. A hármas körös torkolatánál a Tisza mellett fekszik egy város, amely nem csak nagyon szép, de most már nagyon szerencsés is. Hiszen, ha megállítjuk egy millióért, ma Csongrádról jelentkezik. Sorsolási bizottságunk elnökétől kihúzom már is a szerencsepontunk helyszínét, illetve azt is megtudjuk egy újabb sorsolásból, hogy mi lesz a mai szerencse feladat, természetesen közjegyzünk felügyeli ezeket. Ma a Szentháromság tér 8-ban a művelődési központ előtt állítjuk fel a szerencsepontot. És a mai napon azok játszhatnak, akik jól tippelik meg, hogy a műsorvezető zakójának melyik zsebében van a skandináv lottó szelvény. Az egyik zakó zsebembe bekerül most a szelvény, hogy melyikbe? Ezt önökön kívül senki nem tudja. Elnézését kérem, bocsásson meg, hogy megzavarom, megállíthatom egy millióért? Meg. A következő lenne a játék lényege. Rajtam van ez a zakó, ezen a zakón van 4 darab zseb. Ezek közül egybe elrejtettünk egy skandináv lottó szelvényt. Egyet tippelhet, a 4 zseb közül ön szerint melyikben van? Mutasson rá, hogy melyik zsebben van. Ez a bal. Ez igen. Akkor nyúljon bele, legyen kedves. Valami van. Valami van, bizony, itt van a skandináv lottó szelvény, ez már egy fél siker. Nálam van. Már csak az a kérdés, hogy önnek van-e skandináv lottó szelvénye? Van. 4 mező megjátszva, és 37. játék hét, ami annyit jelent, hogy érvényes. Szívből gratulálok, 1 millió forint boldog tulajdonosa mostantól kezdve, már költheti is. 1 millióval gazdagabban tér haza. Köszönöm szépen, köszönöm. Remélem nagyon örül. Nagyon. Nagyon kevés nyugdíjhoz, nagyon jó jön. Fortuna ma nagyon gyorsnak bizonyult, hiszen első játékosként Józsi bácsi megnyerte az 1 millió forintot. Ne felejtsék, holnap is feltűnhetünk bármelyik városban. Sőt, ma este a skandináv lottó sorsoláson kiderül, hogy a jövő héten melyik megyében játszunk majd. Ne felejtsék tehát, holnap Somogyi Zoli kollégám bármelyik városban feltűnhet, és felteheti a kérdést, megállíthatom 1 millióért? Viszontlátásra, további szép estét! Még ilyen nyeremény, hát persze számolt az ember, még vártad, de még ilyen nem volt. Ez annyira furcsa, hogy nem is nagyon tudok mit mondani őszintén. Föl kell dolgozni egy kicsit. Köszönöm. A szilárd kapcsolatok alapja a bizalom. Ezért ajánljuk önnek a CIB Uno euróbetétet, amelyet közvetlenül a világ egyik legnagyobb nemzetközi bankcsoportja, az Intesa Sanpaolo garantál.
CIB Uno euróbetét évi 4,1%-os kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a CIB fiókokban vagy a CIB.hu-n. CIB Bank. Együtt a jövőről. 60 éves az Ofotért. Bízza magát munkatársaink 6 évtizedes tapasztalatára, és megtaláljuk önnek a legjobb optikai megoldást, hogy tökéletesen lásson. A látás nagy kincs, nálunk a szemüveg mégsem drága. Mostantól Ofotért takarékos ajánlatunkban szemüvegkeretet lencsével együtt 7000 forintért választhat. Úgy fáj a fejem. Vegyél be egy aspirint. Ízületi fájdalomra tudsz valamit? Tessék, egy aspirin. Sajog a hátam. Tudom, aspirin. Az aspirin közvetlenül a fájdalom helyén hat. Így hatékonyan szabadít meg a fej, hát és ízületi fájdalmaktól. Aspirin, a fájdalomcsillapítás szakértője. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Valami miatt mindig aggódhatunk a család, a munkahely, a pénzügyek. Ez testileg, lelkileg megviselhet, ami kihívás elé állítja védekező képességemet. Azért, hogy támogassam, egészségesen étkezem és naponta iszom Actimelt. Az Actimel ott képes hatni, ahol védekező képességünk 70%-a található. Így segítheti szervezetünk természetes védekező képességét. Aggodalomra továbbra is lehetok, de szervezetem felkészültebbé tehetem. Actimel. Finom támogatás a védekező képességhez. Most velem szórakozol, mikor az ötös lottó várható főnyereménye 1.690.000.000 forint. Bizony, az ötös lottó főnyereménye 1.690.000.000 forint. Nem mese. Sajognak az ízületeim. Nagyon fáj a fejem. Ma mindenem fáj. Kalmopirin. Fájdalmat csillapít generációk óta. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ugye szeretné, hogy több maradjon a zsebében? Most a 30 g-os Mizó Boci Túró desszert csak 47, a 3 literes és 4 kg-os Ariel mosószerek pedig csak 2599 forintért kaphatók. Minden Reál és Reálpont üzletben. Csökkentse a dohányzás ártalmait a Soletin C védelem erejével. Soletin C védelem dohányosoknak. Kakaó ízű, könnyű és finom. Páratlan íz íjnyenceknek. Kóstolja meg ön is. Még több keleti ízre vágysz? Válj a keleti ízek mesterévé, a ropogós zöldségekkel gazdagított Uncle Ben smartásokkal, és választ hozzá a mindig tökéletes, sohasem ragadó Uncle Ben frisst. És most engedd be te is otthonodba a keleti konyha művészet remekeit. Uncle Ben's. Kóstold meg a nagyvilágot. Hello! Szeretne mostantól mindent olcsóbban megvenni, mások vásárlásaiból jövedelmet szerezni, rövid időn belül karriert elérni? Igen, ön! Ismerje meg a Cyanet zseniális rendszerét, gazdagodjon meg költekezéseiből, regisztráljon www.gazdagodjon.com. Számomra nélkülözhetetlen az egészség és a vitalitás. Ezért minden nap Supradin Vital 50 plusz szedek. Létfontosságú összetevőket tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeng növeli a fizikai és a szellemi teljesítő képességet. Supradin Vital 50 plusz. Életenergia és egészség 50 felett. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A szoptatás a legjobb mód kisbabám immunrendszerének megerősítésére. Már nem szoptatok, így felmerült a kérdés. Hogyan tudom továbbra is megvédeni őt? A Milupa anyatej kiegészítő tápszer egyedülálló immunofortis tartalmának köszönhetően természetes módon erősíti a baba immunrendszerét. Én a Milupát választom, hogy kisbabám természetes védekező képessége erős maradjon. A szoptatás után is. Milupa immunofortisszal. Az anyatej ihlette a tudomány igazolja. Szomszéd gyereke most 7 éves, és lehetett az iskolában választani szakkört. Neki persze a legdrágábbak kellettek. Elkezdett egy gyémánt csiszoló szakkört, de oda otthonról kellett volna hordani egy gyémántot. Aztán összeindult egy búvár szakkör is, de nem kaptak a méretére neopréruhát, ezért egy 60 literes szemetes zsákban merült, de 3 láda kalózpénzt így is felhozott. A Gördüléken iskolakezdés többé nem duma. OTP személyi kölcsön 1 millió forint 5 évre, 31.495 forintos havi részlettel. THM 35,46%. Részletes feltételek otpbank.hu. Hey,
sürgető vizelési inger. Folyó ügyei akadoznak. A prostata megnagyobbodás tüneteinek enyhülése a prostamol 6 heti szedése után várható. Ha rendszeresen alkalmazza, a prostata további megnagyobbodása megelőzhető. Prostamol Uno megkönnyíti folyó ügyeit. A prostata betegségek tüneteinek tesztje elérhető a patikákban. Keresse az új, nagyobb kiszerelést, amely a gyöngypatikákban akciós áron kapható. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Bocs, Happy, nem a nem pancsolunk a kertben. Ha zuhanzok, akkor anyuék kevesebbet fizetnek, és nyáron többet. Röthetünk a strandon, oda majd jöhetsz te is. Amit nem használ el, azért nem fizet. Csak egy mozdulat. Tiszta megtakarítás, tiszta környezet. Megszokták, hogy a csúcson vannak, de most jönnek a trónkövetelők. Jó van, rossz van. Hallgatlak, mit intéztél? Sok mindent. De főleg azt, hogy hogyan szabaduljunk meg legegyszerűbben, nemeslenkétől. Te mit teszel, amikor megölsz valakit? Én nem ölök meg senkit. Legfeljebb elveszítek betegeket. Orvosok vagyunk, nem gyilkosok. Hát én még nem nagyon érzem a különbséget. Jóban, rosszban. Ma este 8 óra 15 perckor a TV2-n. Na, milyen volt? Közöd. Blik. Egyszerűen minden. Sztárral szemben, hamarosan a TV2-n. Reszkessetek, civilek, jönnek a celebek. Sziasztok! Margó megfőzi a taxisokat. Ezért cserébe tudjátok, mit kérek? Meghozza a zsíros kubart az első éjszakai műszak. Jossz! Szegély út! Norbi közben új feladatot kap. Gyors ételmi hamburger, nincs a csomagtartóban. Határrendészként kell bizonyítania. Hogy aztán mit osz el? Én? Kocsmát nem kellett volna mondani. A gyerektáborban verseny kezdődik. Ügyesen! Az újdonsült nevelő biztat. Gyere! Ám kellemetlen meglepetés várja. Azt mutassátok már meg, hogy kik fiúk voltam. Celeb műszak. Ma este a TV2-n. Melyik hagyta el a kulcsot? 2 méter magas és tűzpiros a farka. A golfajzat. Ő ilyen magányos sősízű. Bevetésem vagyok. Démonnak született, de lényegében ember. Hogy a pokolba csípjek fel így csajokat, szemetes kocsival? Hivatása, hogy elsöpörje a mocskot. Ez a minótánk. Nyomás, picinyem, ruházzuk meg a szörnyeket. Pokolfajzat. Szombat este a TV2-n. Ábrándi állattartó és a budapesti nyelvtanár csatája újabb fordulatot vesz, de hadd kérdezzem még, Szanád, milyen nyelvet tanít? Orosz. Igen. Na, kérem szépen, az volt a kérdés, hogy melyik énekesnővel egyidős Ruzsa Magdi. Szana bizonytalan volt, ezért mind a 4 zsetonját letette, ennyit lehetett, és Ignác pedig bánja, hogy nem tett még Király Lindára. Ruzsa Magdi Tóth Verával együtt. Egy zsetonja bánja Ignácnak és 3 Szanának, így 6-5-re vezet Ignác a zsetonok számát tekintve. Melyik vízben marad üres a halászok hálója? A Gyilkos-tó, az Aral-tó, a Holdtenger vagy a Jeges-tenger vizében? Valamitől ott nem lehet halászni, ugye? Egy picit hadd magyarázzam meg a kérdés Szanának. Lehet, hogy neki egy picivel nehezebb. Tehát melyik vízben nincsenek halak? Így szól a kérdés. Így van, tehát feleslegesen mennek ki halászni. Feleslegesen menni, nem nincs értelme. Nincs értelme. Isten ilyen értéke. Igen. Tippelnék. Hát szerintem a Gyilkos-tó lesz az. Hát szó szerint. Ugye, Szanna? Ugye? Gyilkos-tó. Csak most így hangosan gondolkozom, hogy... És miért? Hát, mert
nem véletlenül. Nem véletlenül gyilkostól. Aha. Hát megmondom őszintén, ha lenne hal, én még akkor sem mennék halászni. Na kérem szépen, hát ha valakinek van tippje, én szívesen venném, hogyha ez meg is történne, és ezt látnánk. No! What? Hát egy dologra nem tettek a gyilkostóra, ezt látom. Úgyhogy ebben jól megállapodtak. Van az itt felsorolt vizek között egy, amelyiknek akkora a sótartalma, hogy abban a... Holtenger? Hogy az élet nem is lehetséges. És ez persze, hogy a Holtenger. Hát persze. Hát kérem szépen, Szana rossz hírem van, már csak 3 zsetonja van, úgyhogy többet nem tud 4-re tenni. Ezzel szemben ezt még Ignác megteheti. Melyik elnevezés takarja a lebbencsből főzött hagymás krumplis tésztát? A macók, a cicege, a tócsni vagy a slambuc? Mivel 3-ja van. Hey. Ez nem volt valami lovagias, Ignác. Igen. Próbáltam volna segíteni a kislánynak, erre belegyorsított. Igen. Na most ennek ellenére, ha történetesen a cicegéről van szó, ő jut tovább. Az biztos. Hát kérem szépen, új szót fog megtanulni. Szanna, ennyivel legalábbis gazdagabb lesz. Mert ez, amit leírtunk, ez a slambuc. Így van. Úgyhogy azt az egy zeton még vegye vissza, ez az egy maradt, miközben Ignác, aki nem volt túl lovagias magával, még 3 zseton, és nem innen vette elő, ugye, az zsetonokat? Jól van. Itt a következő kérdés. Melyik pénzérmény pereme sima a felsoroltak közül? A 10 forintos, a 20 forintos. Az 50 forintos, vagy a 100 forintos? Melyik pénzérmény pereme sima a felsoroltak közül? Egyetlen egy zsetonja maradt Szanának. Hiszen azt mondja a 10 forintos. Van magánál egy 10 forintos? Azt mondja a 10 forintos. Ha a 10 forintos, mindketten tovább jutnak. Ha B vagy C, vagyis hogy a 20 forintos vagy 50 forintos. Ha D. Akkor Ignác, ha D, akkor viszont látás. De azon van. Igen, ugye nyilván azért van erre szükség, hogy a gyengénlátók, vakok is meg tudják különböztetni a pénzérméket. No, hát kérem, sima a felsoroltak közül a pereme a 50 forintot. Oda is le akarta tenni. Nehéz volt ez, Szana. Örülök, hogy itt jártál. Köszönöm szépen. Sok sikertet, sok valami. Hát itt most nagyon sokat segített ez a 3 zseton, azt kell mondanom. És megint csak van 3 zsetonja Ignácnak, úgyhogy ezek a körülmények segítenek. És mivel a 3. jutalomjáték következik, ezért elmondom, hogyha mind a 3 zsetont felhasználja, akkor 300 000. Hogyha csak 2-t, akkor az 5-szörösen 1,5 millió. De ha egyel eltalálja, 3 millió forintot nyer. Nagyon is van. Ha viszont nem találja el, akkor is dönthet, hogy tovább megy, vagy nem megy tovább. És hát nézzük. Köszönöm. Itt a kérdés. Milyen találmányt fejlesztett Szilárd Leó Albert Einsteinnel közösen? Vasaló, fűnyíró, hűtőgépet, állateledel adagolót. Miért nem a fűnyíró? Fűnyírót azt én nem tartom elképzelhetőnek, ez egészen logikai út. Lehet, hogy pont az lesz. Hát azért tudományos alapja az egyiknek van. Szerintem nem volt olyan nehéz kérdés. És ez a hűtőgép.
Nem baj, így is 300 ezer, úgyhogy gratulálok. Amíg gondolkozik azon, hogy elviszi a 600 ezer forintot, addig a nézőknek még egy SMS kérdést felteszek. A telefonszám 06 91 335 135, és egy egyes vagy egy kettest kell küldeni erre a számra. A kérdés így szól: hová vezet minden út a mondás szerint? Egyes, ha Rómába, kettes, ha Washingtonba. Napi nyertesünk kap még egy 5000 forint értékű Libri könyvcsomagot Csernus Imre könyvével a Libri felajánlásával, és egy 20000 forint értékű OK és tanfolyami részvételt az Oktáv ZRT ajándékaként. Na kérem szépen, menjen tovább. Adunk egy kis gondolkodást, egy itt szaki a fülét. Azt mondják, ne menjek tovább. Ki mondja? Nem tudom. Még senki sem ment tovább a harmadik után. Még senki. Ez kecsegtető. Legyen ez? Igen. Nem tudom. Nézel a nyeremény fára? Ugye most vagyunk a... Most jön a negyedik. Harmadik. Jön a negyedik, ahol 4 millió forintot nyerhetsz. És onnan már csak egy lépés a 25 millió. Arra emlékszik, hogy hány kérdésre nyerte meg az első párbaját? Arra emlékszem, igen. Hányal? Egyel. Igen. Az is lehet, hogy két kérdés, és megvan a 25 millió. Ez is lehet. Igaz? Jól mondom? Igen. 600 ezer forint. A következő párbaj után 4 milliót nyerhet. Köszönjük, ennyi elég. Tovább megyek. Na jó, nézze, válasszon egy ellenfeled magának. A 46 éves Nemesvitáról érkezett Vőfé Péter testnevelő tanár. Középen a 31 éves építész Babi Tóth Veronika. És a jobb oldalon pedig a 42 éves mogyoródi kereskedő Lipcsei Tibor. A negyedik párbaj ellenfele pedig Veronika. Jöjjön Veronika! Most megpróbálom megnézni Ignác szemével. Babi. Én is megpróbálnám nézni Ignác szemét, de nem lát. Lehet, hogy azért hordja a szemüveget, hogy ne lehessen látni. Lehet. Hát én biztos vagyok benne, hogy kívületes lesz magával. Hát kérem szépen, még egyszer nézzük meg ezt a nyereménytáblát, jó? Csak hogy mindenki tudja, hogy hol tartunk. Ugye látjuk, hogy negyedik párbaját vívja Ignác. Hogyha ezt is megnyeri, amit persze magának is lesz beleszólása, akkor 4 millió forintért kapja a jutalomjáték kérdését. És onnantól már csak egyetlen egy lépés, a 25 millió, ahol már nem kell jutalomkérdésre válaszolni. Automatikus a 25 millió. Győztes játékosunk Raiffeisen okoskártyán kapja meg nyereményét. Nagyon nagy a felelősség. És egy ilyen hölgyen, ugye kíméletes? Kíméletes. Jaj, de izgalmas dolog, elé nézünk. Hát akkor hölgyem, uram, Angárc, itt az első kérdés. Melyik település nem létezik? Jaj, de szép kérdés. Sör, bor, rum, konyak. Az egyik nincs. Hú, de kedves. Azt mondja Ignác, hogy nincs sör. És azt mondja Ignác, hogy nincs konyak. Konyak van. Akkor ezt most bánja? Megmondom, miért. Magyar településként kezeltem, és abban rájöttem, hogy nem... Ez világot illetően persze, hogy van konyak. Igaza van. Hát mit mondjak, Babi is ezt így gondolhatta volna végig, mert bizony három zsetonja bánja, Ignácénak csak egy, mert hogy nem létezik sör, de a többi bizony igen. Nézzük a következőt. Melyik királyunk uralkodása idején játszódik Arany János toldia? Harmadik András, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond. Olvasnék a szemeiből. Beszéljük meg talán? Beszéljük meg.
Luxemburgi Zsigmond. Mondod. Az jó, annak néz ki. Vagy inkább Nagy Lajos. Vagy harmadik András. Első Lajos. Vagy Károly Róbert. Vagy Károly Róbert. Vagy luxemburgi. Végül is harmadik András sem rossz. Mindketten lerakták. Lássuk be! Fogalmuk sincs. Fogalmuk sincsen. Na jó, hát akkor én megmondom, hogy a helyes válasz Nagy Lajos. 3-3 zseton elment. És így a zsetonok állása 6-4. Itt az újabb kérdés. Milyen stílusban épült a halászbástya? Reneszánsz. Klasszicista, neoromán, neobarokk. Húha, húha, de keményen csinálja. Babi nagyon keményen csinálta. Építész? Nézd. Ja, építész! De lehet, hogy bukott építész, majd mindjárt kiderül. De végül is, amit akart, azt elértem. Azt elértem, igen. Építészre nem viccelek, tehát... Most már Ignác, ez a kérdés megvan. Az biztos. És a helyes válasz... Neuromán. Bravo. Így viszont Ignác nincs már biztonságban, mert már csak 3 zsetonja van. Ezzel szemben ez nagyszerűen csinálta Babi, mert megvan a 4 zsetonja. Melyik közjogi méltóságunk rezidenciája ma a Budai Sándor palota? A miniszterelnöké, az országgyűlés elnöké, a köztársasági elnöké, vagy az alkotmánybíróság elnöké? A Budai Sándor palota, országgyűlés elnöke. Ez borzasztó kemény. Mindenki, jelzem, mindenki lerakta az összes zsetonját. Amit tudott. Ez tehát azt jelenti, hogy ha történetesen a miniszterelnök rezidenciája a Sándor palota, hát akkor, akkor ennyi. Akkor sajnos. Akkor ennyi. Nézzük, mi lesz. Kérem, a Budai Sándor palota a köztársasági elnök rezidenciája. Én nem tudom, hogy volt-e már ehhez hasonló izgalmú forduló. Mindkettejüknek van egy-egy zsetonja. És még gyorsítás is van. Nekem nincs. Igen, már, hát, már csak Ignácnak van gyorsítója. Van egy gyorsítás. De hát mindegy, mert az olyan nagyon sok zseton nem fog csak így rászólni. Igen. Legfeljebb a gondolkodás csak, idejét. Nagyon-nagyon frankó lesz a dolog. Igen? Igen? Na jó, hát akkor nézzük. Itt az újabb kérdés. Melyik együttes nem a Hungária zenekar valamely korábbi tagja alapította? A Doliról, az Ergo, a Nova Kultúr zenekar, a Zizi Labort. Ez volt az utolsó gyorsító. Tisztelettel bejelentem, nem dőlt el semmi, vagy mind a ketten mennek, vagy mind a ketten mennek tovább. A válasz egyébként helyes. Megint megyünk tovább, mindkettejüknek egy-egy zsetonja van. Hogyan lesz ennek a párbajnak vége? Ki nyer? Nyere valaki? Nyere valaki? Nincs több gyorsi. Abszolút azonos körülmények. Itt a kérdés. Melyik állathoz hasonlítják azt, aki iszik, mint a gödény? Pelikánhoz, károkatonához, vidrához, vagy örvös fókához? Babi letette. Ő tudja valószínűleg. Azt is megmondom, hogy egyet tett valahova. Láthatlanban. Pelikán, ül a pelikán, az nem. Hát, egyszer.
bizonytalan vagyok. Ez a pelikán, ez tetszik nekem. Most ha hagyjuk az átverést, letette és le is zárta. Le is zárta? Le, úgyhogy már nem változtam. Mit mondott Ignác az előbb? Ez a pelikán, ülepelikán. Ez tetszik ez nekem. Tetszik. Azt mondta? Azt, és azt kellett volna tennem. Tette. Miért mondta, hogy a pelikán tetszik nekem? De most komolyan mondom, Ignác, miközben teljes tisztelettel, egy picit az én felelősségem is, meg az önöké, hogy továbbhajtottuk. Ezt meg lehetett volna fejteni. Mondta is, hogy a pelikán tetszik, rátette mire a Káró katonára? Az egy szép magyar név. A pelikán nem magyar név, ezért van neki egy magyar neve, a Gödény. Vigasztalhatatlan vagyok, Ignác. Éljen a skatonadó. Ezt be fogom pótolni ezeket az állatokat. Hát egy állattartótól ez elválható. Muszáj lesz. Pelikánunk nincs, Gödény. Sok sikert. Köszönöm szépen. Skatonadó. Őszintén megmondom, én már beállítottam magamat a 4 milliós kérdésre, de ami késik, nem múlik, kívánom, hogy majd azt is meg tudja nézni. Remélem. Most azonban az 1 milliós következik, ha 3 zsetonja van, megvan? Jó, ha a 3 zsetonból mind a 3-at leteszi, akkor 100 ezer, ha csak 2-t 500 ezer, ha 1-gyel, akkor pedig 1 millió forintot lehet bankolni mi nálunk. Ha nem sikerül, semmi baj következik, akkor is a második párbaj. Itt a kérdés. Milyen fa alatt nem üldögélhetett Mátyás király? Dió, tölgy, fenyő vagy akácfa alatt? Mi is a kérdésnek a lényege? Melyik fa alatt nem üldögélhetett? De miért nem üldögélhetett? Mert esetleg akkor még nem volt honos. Mert nem volt honos. Diófa? Vagy... tölgyfa, venyőfa vagy akácfa közül az egyik akkor még nem volt Magyarországon. Hát látom, 100 ezer forintra tört. Igen, határozott voltam. Igen, határozott volt. De most lesz-e 100 ezer vagy nem? Nem. Nem lesz. Akácfa akkor ugyanis még nem volt nálunk. Sajnálom. No, hát egyelőre akkor még mindig üres a számla, de talán a következő párbajban válaszol magának ellenfelet. Egy 26 éves marketinges Budapestről, Lennert Dániel. Jó estét! Középen áll egy 23 éves budapesti mérnök, Balogh Bánk. És az ő balján a 25 éves pécsi tanuló, Máté Dezső. Felhozatal jó. Örülök. Igen. Én a mérnök fiatal urat választanám. Ha akkor, már mérnök, akkor... akkor jöjjön a mérnök. Jöjjön. Hát akkor építész meg mérnök. Kíván valamivel többet tudni? Hogy milyen mérnök? Tessék, hogy milyen mérnök? Tessék. Épületgépész mérnök vagyok. Épületgépész mérnök. Hát akkor nagyon rokon szakma. Igen. Nagyon-nagyon rokon szakma. Jó. Hát kérem szépen, a második párbaja következik akkor Babinak, és az első, miért Babar? A monogamrom BDR, és akkor valaki kitalálta egyszer, mikor rövid neveket adogattunk egymásnak. Aha, azt hittem, hogy az a kedvenc meséje a Babar. Kiskoromban biztos szerettem, de nem emlékszek. Én nagyon szeretem, az enyém az volt. Jó, hát hölgyem, uram, Angárd, itt az első kérdés. Egy játékosnak hány bábúja van a Malom nevű táblajáték kezdetén? 6, 8, 9 vagy 10? Malmoznak az én barátaim, malmoznak. Hú, de rég volt. Jó. Hát ha befejezték, akkor hadd menjen. Akkor hadd menjen. Én azt hittem, hogy ennyi zseton nem fog áldozatul esni, mert a Malomhoz kérem szépen 9 bábú kell. Itt a második kérdés. Milyen embert jelent malájul az orángután neve?
Vörös, erdei, repülő, vagy félénk ember az orángután magyarul? Huha. Akkor gyerekek, ha azt mondják, hogy huha, az azt jelenti, hogy nem is olyan biztos. De hát ebből írtuk szerintem mind a ketten a disszertációnkat. Tudni biztos. Ezt nem akartam elárulni neked, tehát... Doktornak? Mert az oráng után ugye valamilyen ember. Én már leraktam. Már leraktam? Hát akkor... Hát jó, esünk túl rajta. Mind a ketten megcsinálták. Tanuljunk malájul, jó? Oráng után, magyarul, erdei ember. Igen. Ha, három zeton megy, egy zeton megy bele az asztalba. Itt az újabb kérdés. Helyesebben akkor ezt a kérdést eltettük legközelebbre, és akkor folytatódik ez a párbaj egy hölgy, illetve egy úr között. A nézőknek, hogyha tetszik ez a műsor, akkor azt tanácsolom, hogy látogassanak el a honlapunkra, ahol játszani is lehet ezt a játékot, különböző egyéb információkhoz is jutni. Hát akkor találkozunk legközelebb. Köszönöm, viszontlátásra! Nézd már a szemembe. Mit lát? Gyurcsán, kapom a szemüvegét? Tessék. Jó közellátó. Semmit engem sem látok. Nem csodálom. Együttműködő partnerünk a könnyed fogyasztásban az Abomil Update List. Köszönet a ruhákért a Tommy Hilfiger forgalmazójának, a Roland Divatháznak. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözöljük Önöket itt a TV2-n, ma szerda, úgyhogy ma skandináv lottó sorsunk méghozzá élőben. Az Önök által megjelölt 7 szám két sorsoláson vesz részt először a gépi, majd a kézi sorsolást láthatják. A sorsolást a sorsolási bizottság felügyeli, melynek elnöke Révész Eszter. Jó estét kívánok! És dr. Cifra Rudolf, közjegyző úr, mindezt hitelesíti, de mennyi a mai főnyeremény összege? Az elmúlt héten nem volt eli találat összeelvény, ezért mai főnyereményünk 60 millió forint lesz. Légy szíves, foglalda az első sorsolás helyszínét. Remélem, hogy elkészültek, mi készen állunk az első sorsolás a mai napon is. A gépi sorsolás, és kezdünk. Már is itt van az első nyerőszám, ez a kettes. Íme a második, a 30-as. Harmadik nyerőszámunk az 5-ös. Negyedik a 27-es. Az 5. nyerőszám a 32-es. Íme a 6. ez a 4-es. A gépi sorsolás utolsó nyerőszáma pedig a 29-es. Már is haladunk tovább, jön a következő, vagyis a kézi sorsolás. Ugye tudják, csak a sorsolat Önöknek, aki a szabályoknak megfelelően jelentkezett a játékra, kihúzták, kisorsolták a nevét itt van a stúdióban. 200 ezer forinttal már is gazdagabb, de vajon ki honnan érkezett és mivel foglalkozik? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Demeter József vagyok, Létavértesről érkeztem. Debrecenben dolgozom, egy gépgyártó Kft-nél vagyok műhelyvezető. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem ne húzzuk az időt és kezdjük el a kézi sorsolást. Már is van az első szám, válogatás nélkül nézzük, mi az. 8-as. Közben egy szolgálati közlemény, szeptember 13-án vasárnap éjféltől hajnal 5 óráig karbantartási munkák miatt interneten és telefonon keresztül fogadásokat nem lehet feladni, ez pedig a 28-as.
De nem csak fogadásokat nem lehet feladni, hanem a pályázati és nyeremény információk sem lesznek elérhetők. Ez a 23-as. Továbbá elmondom azt is, hogy ne feledjék, 10 éves a skandináv lottó. Október 8-áig minden munkanapon megállíthatjuk akár még önöket is, és nyerhetnek 1 millió forintot, ez a 13-as szám. Figyeljenek, hiszen a stáb minden nap más-más településen fog felbukkanni, a jövő héten Baranya, Somogy, Zala és Vas megyében, valamint Budapest valamelyik kerületében számíthatnak ránk, és ez pedig a 4-es. Tehát 10 éves a skandináv lottó, október 8-áig bármelyik munkanapon számíthatnak. 9-es. Bármelyik munkanapon számíthatnak arra, hogy megállítják önöket 1 millió forintért. Jövő héten Baranya, Somogy, Zala és Vas megyében, valamelyik Budapest bármelyik kerületében. Utolsó nyerőszámunk a kézi sorsolásnál 18-as. Köszönöm szépen a segítséget, mi megyünk tovább és megnézzük a kihúzott számokat emelkedő számsorrendben. Az első sorozat, amelyet tőlem hallanak, a gépi sorsolás eredménye. A gépi sorsolást már is látom, 2-es, 4-es, 5-ös, 27-es, 29-es, 30-as, és végül a 32-es. A kézi sorsolás eredménye következik. 4-es, 8-as, 9-es, 13-as, 18-as, 23-as, és végül a 28-as. Mielőtt elbúcsúznánk önöktől, azért megismétlem ezt az információt, hiszen nagyon fontos. Ne feledjék, 10 éves a skandináv lottó, ebből az alkalomból október 8-áig minden nap, minden munkanap egészen pontosan megállíthatjuk bárkit az utcán, akár önt is, és nyerhetnek 1 millió forintot. A stáb minden nap más-más településen fog felbukkanni a jövő héten, és most figyeljenek, Baranya, Somogy, Zala és Vas megyében, valamint Budapest valamelyik kerületében számíthatnak ránk. Nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Ha önök közül bárki számozó szeretne lenni, semmi más teendője nincsen, mint egy darab skandináv lottó szelvényen minimum 1400 forint értékben játszani, és... pályázni. Erre két lehetőség van. Telefonszámunk 061-224-2635-ös, vagy internetcímünkön is megtehetik ezt a www.szerencsejáték.hu oldalon. Legyen nagyon sok szerencséjük, és figyeljenek a jövő héten is. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Az Aktív Extra támogatója a 140 éves Pink. A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Üdvözlöm Önöket, ez az Aktív Extra, extra adag csillogással és meglepő sztárhírekkel. Közel 100 ember, rengeteg kamera és monitor, na meg egy titokszoba. Belestünk a Párbaj című műsor kulisszái mögé. Párbaj, ahogy eddig még nem láthattuk. Látszólag a quiz műsor mindössze 3 ember munkája. Pedig ezt a hatalmas díszletet is tervezte valaki, ezt a sok monitort is felállította valaki, és akkor még nem beszéltünk azokról, akik felkészítik a játék előtt a szereplőket, akik a tökéletes sminkről gondoskodnak, na meg arról a rengeteg kérdésről, ami a 25 millióig vezet. A számítógépes szobában járunk, ide valóban senki nem teheti be a lábát, itt törzik ugyanis a több hónapos előkészítő munka eredményét. Persze a megoldást Vágó István is látja, de ennek ellenére számára az a legizgalmasabb, ha sikerül a játékosokkal együtt eljutni a megfejtésig. Hát belőlem persze kikéreckedik ilyenkor a tanító bácsi, hogy próbáljanak ők is rájönni. Na most, aki jobban
ráhangolódik erre a segítségre, az természetesen előnyben van, aki mellett meg csak így elmegy, az nagy valószínűséggel nem fog 25 milliót nyerni. Nos, a fő nyeremény még itt van, mindenkitől csak néhány kérdésnyire. Vince Otto a zöld környezetért harcol. A BS szakértője Győrben hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy ne szemeteljenek és mozogjanak sokat a szabadban. A csapat egyébként még két további helyszínen akciózik majd, hogy a végén kiderüljön, melyik a legzöldebb város. A lényege ennek az lenne, hogy minél több emberhez eljusson a híre, és hogy el is jöjjenek az emberek, és mozogjanak, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy jó levegőn az emberek kimozduljanak otthonról. Bódi Margó taxisofőrnek áll, de az üzlet nem indult be olyan könnyen. Guszti felesége Budapesten toborzott utasokat a sofőrmelóhoz. Hogy sikerült-e kuncsaptokat találnia, az kiderül a Telebműszak ma esti adásából. És most jól figyeljen minden ínyenc! Beszéled az ízek nyelvét? És az angolt? No és főzni tudsz-e? Szívesen körbeutaznád Európát, hogy bemutasd a magyar ínyenségeket az unió éhes polgárainak? Ha hazánk ízdiplomatája szeretnél lenni, töltsd fel maximum egy perces bemutatkozó videódat az izdiplomata.tv2.hu-ra. A fakanál legyen veled! Ma éjfélkor még egyszer jövök a legizgalmasabb sztárhírekkel, akkor Zoltán Erika hal őszintén betegségéről. Viszont látásra! Az aktív munkatársait is a City Taxi szállítja rendszeresen. Köszönet a ruhákért a Tommy Hilfiger forgalmazójának, a Roland divatháznak. A műsorvezetőt öltöztette a Balance. Együttműködő partnerünk a Chantal. Műsorvezetőink cipőit a Serafina biztosítja. Az aktív extra támogatója a 140 éves Blink. Ha egy kis noszogatás szükséges ahhoz, hogy megszabadulj a Mach 3 borotvától. De csak amíg fel nem fedezed a Gillette Fusion Power. Az öt egymáshoz közelebb elhelyezkedő penge kisebb nyomást igényel, és kevésbé irritálja a bőrt. Válts át Fusion Power-re, a Gillette legkényelmesebb. Vannak pillanatok, melyeket az ízek tesznek felejthetetlenné. Raffaello. Ropogós mandula, lágy krém, hófehér kókuszpelyhek. Raffaello. Többet mond minden szónál. Coop, a jó szomszéd. Miért menne máshová? Nálunk igazi magyar termékeket talál. A Coop füstös baromfi párizsi 519 forint helyett most csak 459 forint. Segítesz anyának? Nem. És te? Nem. No és te? Hát akkor ki segít anyának? A kiskegyed! A kiskegyed nem csak szórakoztat. Otthon, konyha, egészség és szépség tanácsaival rengeteget segít nekem. Ráadásul mindig kitalál valami női eset. A kiskegyed nagy bevásárlás akcióban most olcsóbban vásárolhatok. Ki segít anyának? Keresse a kedvezménykuponokat a friss kiskegyedben. A sminkmesterek titka többé nem a műszempillákban rejlik. False Lash Effect szempilla spirál a Max Factortól. Minden eddiginél nagyobb Max Factor kefe a kétszer dúsabb szempillákért. Egy pillantásért, amiről eddig csak álmodtál. Óriási szempillák. False Lash Effect szempilla spirál a Max Factortól. Szeretném mindig jól szervezetten. Hatékonyan. Egyszerűen megkapni az üzeneteit. Nokia E52. Mobil e-mail mindenkinek. A kutyák mindig az értésünkre adják, ha valami nincs rendben. De ha a fogukkal van baj, ez nem ilyen egyszerű. Ebben segít a Pedigree Dentastix, melynek mindennapos használata akár 80%-kal csökkenti a fogkő kialakulását. Pedigree fogápolási hónap. Vizsgáltassa meg ingyenesen kutyusa fogait októberben, és kérje a Pedigree ajándékát. Résztvevő állatorvosok. Pedigree.hu. Belefogyni a régi ruhádba két hónap, megnöveszteni a hajad két év. A különleges szépség elérésére sok időt kell szánni, de most mindössze 14 nap alatt hajad erősebb lesz a Pantennel. Aminoes tartalmazó egyedülálló probi formulája segít egyenletesen helyreállítani a hajat. Így hajad láthatóan erős lesz már 14 nap után. Érezd magad különlegesnek a Pantennel. Az erős haj természetes fénye.
A Panther most része az Aqua kollekciónak. A kollekció bármely felmatricázott termékének megvásárlásával egy heti ivóvizet biztosít afrikai gyermekeknek. Egy szebb világért. Felragyogott a Bors aranycsillaga. Minden nap hoz önnek egy feledhetetlen órát a legnagyobb sztárok, legizgalmasabb, legmulatságosabb történeteivel. Ráadásul öné lehet a fantasztikus 10 millió forintos főnyeremény, a 10-szer 100 ezer, de megnyerheti a két Mitsubishi Colt egyikét is. Bors, a szórakoztató napilap. Kérje az újságárusoktól. Fedezd fel a Csió kemencében sült ropogtatni valóinak egyedülálló világát. Sok-sok aranybarna, friss és ropogós finomság, pont úgy, ahogy te szereted. Ha kedveled a változatosságot, mindig találsz köztük olyat, amelyik illik a hangulatodhoz. A Csió kemencében sült ropogtatni valói most kibővült választékkal várnak rád. Vadonatúj hagymás cikletti. Érdemes ráharapni. Ments meg! Egy óra múlva randim lesz, és nézd a felsőt, amit terveztél. Kifakult. És látod, hogy kinyúlt. Pedig kímélő programmal mostam. Legközelebb használj Dreftet. Az öt probléma ellen segít. A Dreft 5 az egyben segít megúvni kényes ruháit a kinyúlástól, a fakulástól, a színeresztésétől, a puhasság elvesztésétől és a bolyosodástól. Dreft. Egy mosószer 5 problémára. Ikrek. Egyformának tűnnek, mégis sok mindenben különböznek. Én is minden nap eszem joghurtot. Activiát? Nekem ez segít idebent. Szóval ez más, mint egy hagyományos joghurt? Az Activia a hagyományos joghurt kultúrák mellett Bifidus Actiregularis tartalmaz, amely nagy számban éli túl a gyomor savas környezetét, így hozzájárul az emésztőrendszer egészséges működéséhez. És milyen finom! Activia. Természetes segítség az emésztőrendszernek. Amikor észrevettem, hogy hullik a hajam, nagyon megijedtem. Aztán felkerestem egy szakértőt. A hajhullását gyakran a hajhagymát körülvevő kollagénburok megkeményedése okozza. A Hair Clinic kapszulát hajhullás ellen fejlesztették ki. A benne lévő búzacsiraolaj és aranyköles kivonat intenzíven táplálja a hajhagymákat, hogy a hajszálak erősen kapcsolódjanak a fejbőrhöz. Hála a Hair Clinicnek a hajam sűrűbb és dúsabb lett, és ezt mások is észreveszik. Hair Clinic. Hajhullás ellen a gyönyörű dúshajért. Ég a gyomrom. A gyomorégést gyakran a savtúltengés okozza. Tanárnő! Képzeld el, hogy ez a gyomrod. Nézd, mi történik a savval. Á, a Reni gyorsan semlegesíti a gyomorsavat. Elmúlt a gyomorégésed? Mondtam, hogy gyorsan hat. Reni, már új cukormentes változatban is kapható. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Kezdődik a nap. Na, indulunk. Jó úton járok. Tudom, merre tartok. Mindjárt ott vagyok. Gyerünk! Itt dolgozom. Itt a pénzem is dolgozik. Két hónapos lekötött forintbetét most évi 9,5%-os kamattal. EBKM 9,5%. További részletek a 0640 5040 50-es számon. UniCredit Bank. Ez így gömbölyű. Húsz év után elege lett a párjából. Hát elvitettél a rendőrséggel is, te januárban, te! Ott azt mondtad, hogy lebilincseltek, pápá! Menthetetlennek tűnő házasság. Elindult, befejeztük. Ne, szétverem az agyadot, elhiszem? Nem. Kölcsönös vádaskodások. Csúszó péreg, mázó vagy. Ön mit szeret? Hát itt békülni. Így? Igen. Végtelen gyűlölködés. Ilyen emberrel, mint te vagy, nem lehet bírni. Ilyen emberrel, vagy. Hagyjál békén is, ne gyere a lakásomra többet. Figyelj majd. Josi barát. Holnap délután a TV2-n. Mikor volt utoljára szerelmes? Egy nap majd felébredek, és úgy érzem, hogy szédülök, lázam van és émelgek. Az nem szerelem, Jax, hanem nátha. Egyáltalán létezik a szerelem. Ki mond olyat, hogy örökké szeretni foglak? Viszik jutom. Ő kokainon él. Egy kapcsolat a bizalmon alapszik. Szerinted miért érzem magam ilyen jól veled? Mert tudom, hogy nem akarsz megszni. Meleg megisz. Hát persze. Nem vagyok meleg. Én szerelmes vagyok beléd. Szerelem és egyéb katasztrófák. Holnap este a TV2-n. A film pillanatait a Ferrero pralinék édesítik meg. Párok, figyelem! Ezt hanyagold most rögtön! Mit? A szexzenét! Pedig alkalmat ad egy jó tippre. Ó, nem rossz!
ha felszeretnéd frissíteni a kapcsolatot. Miért is ne? Tart szeretőt. Miért nem tudod ezt otthon csinálni? És ne titkold. A postás odafent vár a kádban. Lefeküdtél vele? Ezzel biztosan felpesdíted a szerelmi életed. Basszus, egész testében remegett. Levegőt alig kapott. Ha ezzel kezded, megspórolhattuk volna a szántépést. Született feleségek dupla élvezettel. Péntek este a TV2-n. Játsszon az Aktív Extra kvízzel. Válaszoljon helyesen és nyerjen. Milyen műfaj képviselője Tiesto? Trance vagy R&B? Küldje a helyes válaszkódját az A1-et vagy az A2-t a 1794-re SMS-ben. Napi nyereményünk egy páros belépő a Ludwig Múzeum felajánlásában a világhírű magyar fotóriporter Robert Capa életművét bemutató kiállításra.